Varga Mihály, IMF tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit. Miniszter úr, hogyan telt a nyara? Dolgozott, volt esetleg idő pihenésre? Mozgalmas volt, tekintettel erre a munkára. A parlamenti ülések július közepéig tartottak, és július második felébe jött a valutalapnak a delegációja. Július végéig tárgyaltunk velük. Ugye ez egy ilyen helyzetfelmérő, tisztázó tárgyalás volt. Augusztus 5-e környékén volt a kormánynak 2 hét szabadsága. Hát ez részben itt a szüleimnél, apósoméknál, részben a Balaton mellett töltöttük. Lényegében el is telt a nyár, augusztus végétől pedig már parlamenti ülés volt. Megint a kormány elkezdte a munkát, és azóta folyamatosan visszük az ügyeket, amivel megvan bízva az ember. Újabb megbízatása óta ritkábban tud eljönni hozzánk egy-egy stúdió interjúra, most azonban sikerült időpontot egyeztetnünk, és be tud számolni a karcagiaknak is a fejleményekről, a mostanság zajló eseményekről. Miben változott meg az élete, mióta ismét miniszter lett? Alapvetően a feladatom szűkebb lett, hiszen a miniszterelnökségi államtitkárként mindennel kellett foglalkoznom, és nagyon sok olyan ügy volt, ami elvileg a végzettségemhez nem kötődik, de hát mint politikus nyilván az ember ilyen döntési helyzetekbe került, tehát ott az egészségügytől az oktatáson át a honvédelemig, a közbiztonság ügyeig mindennel foglalkoztam. Most egy szakterületre állítottak rá, tehát a kormány minisztereként, tagjaként azzal vagyok megbízva, hogy a különböző, vagy ahogy a megfogalmazás mondja, egyes nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatban legyek kapcsolatot tartsak. Ugye ezek közé tartozik a Valutalap, a Világbank, ide tartozik a Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, ide tartozik az Európai Beruházási Bank, az Európai Unióból ide tartozik hozzám a Európai Központi Banknak a kapcsolattartás. Tehát elég sok lett az a munka, amikor részben külföldön kell lennem. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor utazik ennek részben következtében. Részben pedig tárgyalódelegációkat kell fogadnom Budapesten a magyar kormány nevében. Hogyan fogadta a felkérést a miniszteri posztra? Számított-e rá? Volt szó korábban is róla, hogy valahogy visszanavigálja magam a gazdasági pályára, és így amikor a miniszterelnök úr erre fölkért, akkor kis gondolkozás idő után örömmel mondtam igent. Én úgy érzem, hogy tartja a jó magyar mondása, Schuster maradjon a kaptafánál, tehát én, mint közgazdasággal foglalkozó ember, és korábban, mint pénzügyminiszter vagy pénzügyi államtitkár ezzel foglalkozó ember, ezt szívesen csináltam, úgy érzem, hogy ezértek is, és azt gondolom, hogy így tudok az ország hasznára lenni. Illetve lehetett a kinevezés előtt interneten is olyan cikkeket olvasni, hogy külföldiek is, a külföldi szakértők is öntartják hiteles embernek a magyar oldalról, mint a tárgyaló felet. Politikus hitelességével csinyán kell mindig bánni. Én azt mondom mindig, hogy a politikusnak igazából ez az egy komoly tőkéje van, hiszen hogy mennyire bíznak benne az emberek, és mennyire támogatják abban az ügyben, amivel foglalkozik, vagy egy olyan döntésben, amit éppen meghoz, az mindig a hitelessége múlik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És én nagyon örülök annak, hogy a szakmai közvélemény is, de a szélesebb nyilvánosság is pozitívan fogadta a kinevezésem. Kapok is ilyen visszajelzéseket külföldi szakértők, elemzőktől is, hogy örülnek annak, hogy egy szakmabelivel tudnak tárgyalni. Hát nagyon bízom benne, hogy az eredmény lesz ennek a végső pont az ibetűn, hiszen azért dolgozok én is, hogy az országnak tudjunk ezzel segíteni. Zajlanak az egyeztetések, a levelezések folynak a valutaalappal. Miért van nekünk szükségünk a valutaalapra? Sok példát szoktunk mi is mondani arra, hogy mi is ennek az igazi oka. Én annál maradok, amit mindig is használtam, hogy ez egy balesetbiztosítás. Kimegyünk az autóval a forgalomba, látjuk, hogy néha őrültek jönnek velünk szembe. Elég nagy a kockázata annak, hogy egy balesetet is elszenvedhetünk. Azért, hogy ebből ne legyen nagy baj, kell egy balesetbiztosítás, egy kaszkó. Ugyanez a helyzet a világgazdaságban is. Az az ország, amelyik az elmúlt 20-30 évben nagyon komolyan eladósodott, és a külföldi piacokra van bízva az, hogy hogyan finanszírozza magát, annak szüksége van egy balesetbiztosításra. Ezért fordultunk mi is a valuta alaphoz. Hát látjuk azt, hogy Európában nem javult a helyzet, sőt egyre több helyen
borulnak lángba az utcák, ugye Spanyolország, Portugália, Görögország, de hogy az ember a híreket hallja Olaszországban vagy Franciaországban sem túl egyszerű a helyzet. Hát ez azt jelenti, hogy egy ilyen kis ország ezekhez képest, mint Magyarország, ezekről a piacokról nehezebben tudja magát finanszírozni. Tehát nekünk kell az a biztosíték, az a biztosítás, amit a valuta alap jelent ilyenkor, hogyha ezek a piacok kiszáradnak, eltűnik a forrás, a pénz ezekről a piacokról, mert súlyosabb lesz a helyzet, akkor legyen egy ilyen biztosíték a hátunk mögött. Ezért tárgyalunk, mi azt többször el is mondtuk, hogy nincs szükségünk pénzre, viszont a megállapodásra igen, de nem vagyunk hajlandók olyan megállapodásba belemenni, ami a magyar embereknek a rovására születik, és ahol a magyar emberek szenvedik el ennek a károit. Milyen összegű biztonsági hálót kaphatunk? Erről a júliusi megbeszéléseken már volt szó, 12 milliárdtól 15 milliárd euróig lehet ez a biztosíték a hátunk mögött, de ellentétben a 2008-as megállapodással mi azt már deklaráltuk, hogy mivel elővigyázatossági hitelt szeretnénk kérni, ezért nem is kérjük azt, hogy pénzt utaljanak át. Ugye 2008-ban az történt, hogy a Gyurcsány kormány megkötötte a valuta alapon a szerződést, és egy hét múlva ott volt a Nemzeti Bankban a számlán a pénz. Tehát ott, mintha kényszerítették is volna arra az előző kormányt, hogy tessék, itt van a pénz, gyorsan költsd el és használd el. Ez növelte az államadósságot, ennek meg az ország fizeti a kamatait és fizeti a terheit. Gondoljunk bele abba, hogy fölfoghatatlan összeg 1200 milliárd forintot költ el az ország évente csak arra, hogy az adósságot fizetni tudjuk, ennek a kamatterheit. Hát álljon meg a menet, mennyi mindent tudnánk ebből a pénzből útfálózat fejlesztésére, egészségügyre, oktatásra költeni, hogyha nem volna ilyen magas szintű az adósságunk. De hát a baj megtörtént, most ennek a kormánynak az a dolga, hogy ezt a konszolidációt, ezt a helyzet biztonságosabbá tételét tegye meg, ezért is van szükségünk a valuta alapra, hogy most ne pénzt adjon nekünk, hanem azt a biztonságot, azt a garanciát, amit egy nehéz helyzetben tud nekünk adni. Említette, hogy nem túl rózsás a helyzet Európában. Milyen jövőképet lát? Én nagyon bízom benne azért, hogy az Európai Unió döntéshozói előbb-utóbb eljutnak arra a szintre, hogy közös és kollektív döntéseket tudnak hozni úgy, hogy azt az európai közvélemény, tehát az Európai Unió lakosai is, mi magyarok, vagy a szlovákok, a lengyelek, franciák, németek is pozitívan fogadják. Ugye a nagy baj az szerintem, hogy az Európai Unió döntéshozatala egy kicsit elszakadt a nemzeti kormányoktól, és kevésbé vette figyelembe az elmúlt években a nemzeti kormányoknak a sajátosságait, az érdekeit. Ugye poénkodni szoktunk rajta, hogy hát most 7 centi fölött van az uborka, vagy 7 centi alatt van uniós előírás, hogy az uborkának mekkora nagyságúnak kell lenni, vagy hogy a görbülete milyen legyen. Tehát extrémebbnél extrémebb, képtelenebb dolgok jönnek az Európai Unióból. A magyar lakosság legalábbis ezt érezte az elmúlt években. Hát szeretnénk most már ennek az előnyeit is megtapasztalni. Ugye azok a támogatások, amelyek jönnek, azért segítettek az országnak abban, hogy közterületek újuljanak meg, épületeket tudjunk felújítani, különböző beruházások valósuljanak meg. De az emberek azért mindig azt mondják, hogy hát persze ezek fontosak, ezekre szükségünk van, de van egy csomó olyan dolog, ami az életünket is zavarta, meg befolyásolta. Tehát visszatérve az alapkérdésére, én úgy látom, hogy most a gazdaságban kell nagyon fontos döntéseket meghozni. A munkanélküliség szinte sehol nem csökken az Európai Unióban. Szerintünk most arra kell koncentrálni, amit a magyar kormány 2010-ben célul tűzött ki. Az egyik célunk az volt, hogy az adósság csapdából ki tudjunk kerülni, a másik pedig az, hogy munkahelyeket hozzunk létre, mert ha 5-600 ezer ember munkanélkül van Magyarországon, az nem csak az országnak kár, hanem azoknak az embereknek, azoknak a családoknak is, akiknek nincs ma biztonságos jövedelme, biztonságos megélhetése. Hogyan látja ebből az adósság csapdából való kikerülésben most hol állunk? Javult a helyzet, sőt az elmúlt egy évben Magyarország, ha most Görögországot leszámítjuk, ahol egyébként magánadósságnak egy részét írták le, akkor az Európai Unió tagországaiban Magyarországon csökkent legnagyobb mértékben az adósság szintje. Tehát amikor átvettük a kormányzást, a bruttó hazai termékhez képest ugye 82%-on volt ez a mutató, ez az arány, most pedig 77% alá került. Tehát van részben egy kedvező nemzetközi helyzet is. Másrészt meg az elmúlt két évben a magyar kormány nagyon komoly döntéseket hozott annak érdekében, hogy ettől az adósságtól elkezdjünk szép lassan megszabadulni. Ezt nem szabad erőltetni, mert az ország gazdasági növekedésének a kárára megy, viszont folytatni kell, mert minél kisebb az adósságunk, annál könnyebben tudjuk majd magunkat finanszírozni, és annál több forrást tudunk felszabadítani,
az egészségügyre, az oktatásra és más területekre. Hogyan látja, meddig finanszírozható önerőből az országunk? Tehát ha megkapjuk ezt a biztonsági hitelhálót vagy hitelkeretet, akkor mikor jöhet el leghamarabb az az idő, amikor ebből majd le kell hívnunk? Nagyon bízom benne, hogy nem lesz ilyen idő. Az ország most is tudja magát finanszírozni, a tartalékaink viszonylag magasak. Csak hogy össze tudják hasonlítani a nézők, 2008-ban, amikor az előző kormány a valutalaphoz fordult, akkor a Nemzeti Bankban lévő valutatartalék az olyan 16 milliárd euró volt. Most 35 milliárd euró szintű a tartalékunk, tehát ez duplája, biztonságosan tudja finanszírozni az ország következő fél évét, egy évét. Tehát most nincs szükségünk a pénzre, ezért mondjuk azt, hogyha a helyzet így marad, és ez a gazdasági környezet vesz bennünket körül, és Európából nem jön be Magyarországra a válság különböző eleme, akkor szerintünk nem is lesz szükségünk erre a hitelkeretre. Ha erre mégis szükség van, akkor mindig szerintem arra kell törekedni, hogy a lehető legkisebb összeget tudjuk csak, vagy hívjuk csak le, mert nem célja az ennek a kormánynak, hogy újra egy eladósodási hullám induljon el. Tehát nekünk csak célzottan nagyon fontos ügyekre érdemes lehívni pénzt, tehát ha most volna mondjuk egy komoly beruházás, amire nem lenne pénze az országnak, akkor azt mondanám, na akkor erre érdemes lehívni. De úgy, hogy azt csak lehívjuk és szétszórjuk a pénzt, hogy elköltjük felesleges dolgokra, úgy nem érdemes. Mik az IMF legfontosabb elvárásai, és mi az, amiből, tehát ezek közül mi nem engedünk? Az IMF nem egy könnyű tárgyaló partner, és elég, hogy mondjam, begyöpösödött elgondolásai vannak különböző területekről. A szociális területről, az állami kiadásokról, jövedelmi helyzetről, és így tovább. Tehát mi eleve elmondtuk azt, hogy olyanban nem vagyunk hajlandók részt venni, mint ami a környező országban is történt, és ami Magyarországon is történt. Ugye mi is történt 2008-ban a MSZP által megkötött szerződés után, egy havi nyugdíjat vettek el a nyugdíjasoktól, egy havi jövedelmet vettek el a közszférában dolgozóktól, ingatlanadót akartak bevezetni. Ugye emlékezzünk rá, hogy csak azért nem vezették be az ingatlanadót, mert az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte ezt a parlamenti döntést. És többek között mondjuk a gyerektámogatásokból is visszavettek. Na most azt mondtuk, hogy Magyarországon azért elég komoly megszorító lépések voltak az előző kormány időszaka alatt, mi ezt nem akarjuk folytatni, az emberek azért is adtak nekünk ilyen nagy mértékű támogatást, mert nem hajlandók azt a politikát elfogadni, ami korábban volt. Tehát mi azt mondtuk, hogy ilyet nem fogadunk el. Miről tudunk akkor tárgyalni? Kérdezheti meg. Hát én azt gondolom, hogy ha ezeket kizárjuk, tehát ami történt itt Ukrajnában is, vagy Romániában, hogy nyugdíjkorhatárnak az emelése, nyugdíjcsökkentés és így tovább, akkor csak olyan kérdésekről lehet tárgyalni, ami a gazdasági növekedést segíti, és ami a foglalkoztatást bővíti. Tehát mi ezt júliusban elmondtuk a valuta alapnak, most megy a levelezés, küldtünk mi is egy levelet, ők is küldtek egy válaszlevelet, pontosítások vannak. Október második felében folytatódhatnak a tárgyalások, ez azt jelenti, hogy október 15-ig van a valutalapnak közgyűlése, hogyha ez véget ért, akkor tudjuk folytatni ezeket a megbeszéléseket, és mi olyan kérdésekben szeretnénk csak tárgyalni, hitelezés kérdése, hogyan növeljük a beruházásokat Magyarországon, milyen forrásaink vannak még esetleg a foglalkoztatásra, amelyek nem megszorító jellegűek vagy húsba vágóak az emberek számára. Október 14-én ön képviseli hazánkat Tokióban az IMF közgyűlésen. Ott mi fog történni? Ha jól olvastam, akkor lesznek önök között, a felek között egyeztetések, tárgyalások. Mire számít? Arra számítok, hogy lesz néhány kemény megbeszélés. A valutalapnak a vezetőivel fogok találkozni. Lesz ezen kívül még az amerikai pénzügyminisztérium képviselőivel egy találkozó, lesz a Európai Bizottság pénzügyi biztosával, Oli Rehn úrral egy találkozó, és még mellette jó néhány ilyen apró fejlesztési bankokkal megbeszélés, vagy a mexikói pénzügyminiszter kérte, hogy a G20-aknak, ők most a soros elnökei, hogy találkozzon velünk, és tehát lesz sok ilyen apró megbeszélés, de a legfontosabbak valóban az, amit ön is mondott, a valutalappal való megbeszélések. Én szeretném ott egy kicsit kiélezni, kisarkítani a kérdéseket, hogy a valutalap mely területeken látja a megegyezésnek a lehetőségét. Nagyon bízom benne, hogy a közgyűlésen, ezeken a megbeszéléseken, ezeket követően már úgy tudunk majd itt Magyarországon, Budapesten úgy tudjuk a tárgyalásokat folytatni, hogy sokkal könnyebb lesz a megállapodás, és sokkal rövidebb idő alatt tudunk eljutni az aláírási szakaszhoz. Tehát én azt várom ettől, hogy elő tudjuk készíteni
a hivatalos tárgyalásoknak a folytatását. Ön szerint ez az aláírási szakasz, ez mikor fog eljönni? Mikor tehetik rá az utolsó pontot a szerződésre? Nem vagyok jó jós, tehát erre azért nehéz válaszolni. Hát ha azt mondom most önnek, hogy ebben az évben jó lenne megkötni a megállapodást, akkor azért szerintem racionálisan mérem föl, hogy mennyi időnk is van. Ha szerencsénk van, már novemberben ez megtörténhet, hogyha nem, akkor csak decemberben, vagy még lehet, hogy átcsúszik a jövő évre. Én azt gondolom, hogy most már 11. hónapja vagyunk a igényünknek a megfogalmazásától. Elég sok vitán vagyunk túl. Most már itt van az idő arra, hogy valóban a kérdéseket akár igen-nem válaszokra is lebontva minél hamarabb lezárjuk. Tehát én abban bízok, hogy még az ősszel, vagy legkésőbb ebben az évben meg tudunk állapodni. Elképzelhető-e az, hogy Magyarország annyira megköti magát, hogy azt mondja a vezetés, hogy nem kötünk IMF megállapodást? Ehhez minek kellene történnie? Tehát van-e olyan dolog, amiben nem hajlandóak engedni, és nem pont? Természetesen van, hogyha most mondjuk egy extrém dolgot, ha mondjuk a valuta alap azt kérné, hogy Orbán Viktor mondjon le, és Mesterházy Attila legyen a miniszterelnök, akkor nyilván ezt nem fogadnánk el. Vagy ha a gazdaságban is azt kérnénk, hogy akkor most még egy havi jövedelmet vegyünk el az emberektől, vagy még egy havi nyugdíjat vegyünk el a nyugdíjasoktól, akkor biztos, hogy nem lenne megállapodás. Tegnap azért szerencsére a valuta alap vezetői is, és a valuta alap itteni képviselője is egy engedékenyebb vagy békülékenyebb bejelentést tett, és azt mondta, hogy nem várnak el, nem kérnek a magyar kormánytól további megszorításokat. Hát majd októberben eljön a igazság pillanata, hogy ez most csak egy sajtónyilatkozat volt, vagy valóban ez lesz a valuta alap delegációjának a újabb tárgyalási ajánlata. Meglátjuk, én mondom, abban bízok, hogy mégiscsak a megállapodás felé tudunk egy lépést tenni. És ha netán esetleg véletlen az történne, hogy az IMF lépne vissza, és azt mondaná, hogy nem köt velünk megállapodást, annak lenne valamilyen következménye Magyarországra nézve? Hát természetesen lenne. Ahogy mondtam is, most az ország biztonságosan finanszírozható, de hogy mi fog történni majd jövő év tavaszán, nyarán vagy őszén, ezt ma nehéz ma megjósolni. Tehát tudnánk magunkat szerintem finanszírozni, de nehezebben és drágábban, mint ahogy azt most tesszük. Uh-huh. Ugye most a magyar állampapírokat, ha valaki megnézi, lényegében 6% fölötti kamatokkal lehet értékesíteni. A 10-15 évnél hosszabb lejárati idejű állampapírokat 7% fölött. Ezek a kamatok nagyon magasak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha amikor a magyar állam elad egy 5 éves állampapírt, és azt valaki megveszi 6,6%-os kamattal, akkor az sajnos 5 éven keresztül ketyeg egy ilyen kamatszinttel. Ahhoz, hogy az ország biztonságosabban tudjon működni, és olcsóban tudjuk működtetni az országot, 3-4% környékére kellene lejönni a kamatszintnek. A valuta alap megállapodás ezt tudja elősegíteni. Ha nincs ilyen megállapodás, akkor marad ez a magas szintje a kamatoknak, és akkor sajnos az országnak az erőforrásaiból, a pénzéből többet kell erre fordítania. Tehát mi ezen szeretnénk spórolni, mert kiszámoltuk, hogy ha megvan a megállapodás, annak a kamatszintre vetített hatása miatt olyan 80-100 milliárd forintot tudnánk egy évben ország szintjén, makrogazdasági szinten megspórolni. És azért belegondolok, hogy 80-100 milliárd forintos összeg azért nagyon komoly segítség lenne nagyon sok területnek az országban. Hát miniszter úr, sok sikert kívánunk a további tárgyalásokhoz, és legyenek köszönöm nagyon szépen. Kitartóak. Térjünk át egy picit a választókörzetére, merre járt mostanság az elmúlt időszakban, milyen eseményekről tud nekünk beszámolni, illetve melyek azok a legfontosabb problémák, amelyek kapcsán esetleg levélben megkeresték Önt a választókerület lakói. Hát a legutolsó megjelenésem az Berekfürdőn volt, ugye 20 éve önálló a település, és egy nagyon szép ünnepséget rendezett a városi önkormányzat. Az a megtiszteltés ért, hogy... Ehhez szépből gratulálunk! Köszönöm szépen, hogy díszpolgárává választott a település. Azt kell mondanom, hogy az ember azért belegondol, ilyenkor már mögöttem is 20 év van, és 20 éve vagyok parlamenti képviselő, nagyon sok olyan esemény volt, ahol Berekfürdőn is részt vettem, és külön megtisztelő volt számomra, hogy a volt polgármester Kenyeres Imre és a Magyar Írószövetség tagja Jókai Anna írónő volt még, aki díszpolgárá választott a település, és velük együtt vehettem át ezt a kitüntetést. Ami konkrétabb ügyeket illet, ugye egyrészt Abáth Szalók település
csődeljárás alatt van még mindig, és abban igyekszünk segíteni most a településnek, hogy a pénzügyi megállapodás az megtörténjen, és a település biztonságosan tudja magát finanszírozni. Ez az egyik ilyen ügy. Karcagról, ami hozzám elkerült ügy, ez a katolikus temetőnek volt az ügye. Azok a levelek, amelyikben megkerestek, azok azt mutatják nekem, hogy talán nem volt megfelelő módon előkészítve az a temető rendezés, ami a borjúdülő temető mögötti katolikus temetőnek nevezett részen történt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a egykori elhunyt szeretteinknek a sírjáról van szó, vagy azokról az őseinkről, akik ott nyugszanak, akkor ott csak nagyon előkészítetten és nagyon-nagyon körültekintően szabad eljárni. A levelekből nekem az derül ki, hogy minthogyha ez nem történt volna meg, és minthogyha egy picit elkapkodva láttak volna ott a terület rendezéséhez hozzá, amikor kimegy valaki, és mondjuk nem látja, nem találja a szerettének a sírkövét, hát akkor jobbik esetben talán csak arra gondol, hogy ellopták azt a sírkövet, de hogyha azt látja, hogy egyébként meg tereprendezés is van, akkor nagyon furcsa gondolatai támadnak. És hát nyilván most jönnek az októberi megemlékezések, ünnepségek. Én magam is szeretnék majd több rendezvényen személyesen is részt venni. Esetleg a közeljövőben hol, mikor, merre találkozhatnak önnel a város lakói? Hát most hirtelen akartam mondani, hogy Tiszafüreden lesz majd legközelebb olyan lakossági rendezvény, amin részt veszek, de a városi megemlékezéseken biztos, hogy itt fogok lenni, legalábbis szeretnék mindenképpen, bár vannak komoly kormányzati és fideszes országos rendezvények. Október 23-án a Kossuth téren lesz 4 órakor a nagy központi ünnepségünk, de remélem, hogy lesz olyan alkalom, hogy be tudok majd ide csatlakozni. És hát azt kell mondanom, hogy ugye most is itt vagyok, rendszeresen szoktam azért a város polgáraival találkozni, soha nem zárkóztam el azelől, hogy valaki az utcán megállítson és elmondja, hogy éppen milyen gondja vagy milyen problémája van. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további jó munkát kívánunk önnek, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.